Köszöntöm nézőinket! Ismételten elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához, péntek lévén, újra itt a Siesta, és mondom is, hogy mit kínálunk a mai estére. Beszélgetünk a Szabolcs Néptánc Együttes egyik oszlopos tagjával egy szombati délutáni színes programról, aztán szó lesz a jövő heti repülőnapról is, és megmutatjuk, hogy hogyan készült az ország tortája, valamint azért megemlítjük a 15. Vidor Fesztivál idei programjait is. Vendégünk a stúdióban, ahogy már felkonferáltam, a Szabolcs Néptánc Együttes egyik oszlopos tagja Ágoston Ildikó. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Én is köszöntelek. Milyen izgalmas programmal várjátok a látogatókat szombat délután a Kölyökvárban? Ott kezdeném, hogy Szabolcs Néptánc Együttes a Kölyökvárba működik ez év januárjától. Ez az a régen is elnevezett Kölyökvár a Dózsa György utca elején. És ez olyan igazi otthonná vált az együttesünknek, és egyre többen jöttek hozzám érdeklődni, hogy szeretnék a gyerekeiket az együttesünk utánpótlás csoportjaiba járatni, és hogyan lehetne ezt megtenni. Mindenki tudja, hogy évközben már nagyon nehéz, amikor a gyerekeknek, a családoknak kialakul a napi ritmusa, akkor már beiktatni még egy programot, azaz a táncpróbákat nagyon nehéz, és akkor én kiötlöttem, hogy akkor most nyugodtan várjon mindenki, és akkor nyár végén, aminek most itt van az ideje, egy folk délután keretében egy beiratkozós délutánt hozunk létre, és ez meg is született. Szombat délután a Kölyökvárban és az udvaron minden a népi hagyományok ápolásáról fog szólni, ott minden a gyerekekért lesz. Az a célunk, hogy egy kicsit a szülő belelásson az életünkbe. Ott lesznek kicsik, nagyok, csinálunk gyerektáncházat, kamasztáncházat, felnőtt táncházat, bemutatjuk a népi hangszereket, népi játszóházzal várjuk a gyerekeket, ronybaba készítés. Azt is jelenti, hogy ez egy interaktív együttműködés lesz? Tehát nyugodtan be lehet ebbe kapcsolódni, ki lehet próbálni, lépéseket lehet gyakorolni, vagy csak... Így van, ez egy teljesen nyilvános rendezvény. Ide várjuk azokat a családokat, akik most szeretnének beiratkozni a Szabolcs Néptánc Együttes valamelyik csoportjába, vagy újonnan alakuló csoportjába, és azt képzeltük el, hogy ezen a nyitott délutánon a családok szívesen eljönnek egy olyan programra, ahol egy fillért nem kell fizetni semmiért, minden ingyen. És egy kicsit ki is emeljük a gyerekeket ebből a modern technikai világból, hiszen én szerintem mi még azért játszottunk például dióval, például mondanám, hogy ilyen kis... Vagy csutka babával. Így van, és ezt mi mind ezen a délután meg fogjuk valósítani. Vagy a karikát egy bottal hogyan lehet tovább... Bekapcsolódhatnak, részt vehetnek az érdeklődők? Sőt, az a célunk, hogy ők próbálják ki, és akkor eljönnek a szülők a gyerekeikkel, megízlelik a táncházat, ha tetszik, akkor beiratkoznak, ha nem tetszik, akkor is tartjuk a kapcsolatot, és örülünk, hogy élményt nyújtottunk a gyerekeknek, és hogy azért éhesen se menjenek el, készülünk egy kis palacsintával, kis bodzaszörpel, tehát ilyen kis ingyenségekre is gondoltunk. A lényeg az ebben a délutában, még egyszer ismétlem magam, hogy a népi kultúra és a népi hagyományokban a főszerep. Összefoglalóként, amivel én az imént bemutattam ezt a szombat délutáni programot, a Kölyökvárnak a kapui szombaton 15 órakor kitárulnak a nyíregyházi lakosok előtt. Szeretettel várjuk a kis és nagy gyerekes családokat egy igazi, kedves, hagyományőrző, népi kultúrát ápoló délutánra. Na most én megragadom itt az utolsó kifejezésedet, hogy népi kultúrát ápoló. Azért a Szabolcs Néptánc Egyesület azért elkötelezett emellett, és ha információim nem csalnak, akkor igaz, még nem oly közeli az az esemény, ami egy nagyon nagyszabású esemény lesz, és amelyet ti gondoztok, ti szerveztek, és már nagyon komoly előkészületei vannak, amely október 8-án lesz. Mi is ez az esemény? Jaj, nagyon kedves vagy, hogy megemlítetted. Szabolcs Néptánc Egyesület működteti a Szabolcs Tánc Együttest. Évek óta hordozzuk a szívünk alatt azt az ötletet, hogy egy igazi, eredeti tirpák lakodalmast elevenítsünk meg,
úgy, ahogy az régen volt. És október 8-án sikerült is ezt megvalósítani, a helyszíne a Múzeumfalu lesz, de nem csak egynapos, tehát maga a lakodalom az október 8-án látható a nagy közönség számára, és az előtte lévő napokban, mint ahogy az régen illett, az esküvőhöz kötődő témanapok lesznek feldolgozva. Csigakészítés, a tyúkkopasztás, a sütemények készítése, ezt mind-mind láthatja a nagy közönség, és önmagában ez a Tirpák lakodalmas is, amiben így zárójelbe jegyzem meg, hogy kb. 300 résztvevő van. Úgy gondoljuk, hogy akik szívesen jönnének és látnának egy ilyet, várjuk őket szeretettel, és szerintem ez kuriózum. Tehát ilyen még nem is történt, biztosan nem történt ilyen, nem ok nélkül tesszük, tehát célunk van ezzel, egyrészt nagyon sok Tirpák idős embert ismerünk, és úgy gondoljuk, hogy itt van a 24. óra, hogy átörökítsük azt a tudást és azt a hagyományfelölelést, amit tőlük láttunk és tudunk és megtapasztaltunk egyrészt, másrészt ezt az utódainknak is át kell adni, és azért mindezt kapcsoltuk ahhoz, hogy 2017-ben a reformáció 500 éves. Tehát én azt gondolom, hogy minden adta ahhoz a lehetőséget, hogy ez most elkészüljön, ezt rögzíti majd a televízió, és ebből 2017-ben szerintem egy csodás örökség készülhet. Hát ezt kívánom, hogy ez így legyen, és a szombat délutáni programotokra pedig nagyon sok jelentkezőt és érdeklődőt. Igen, nagy szeretettel várunk mindenkit, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy befáradtál stúdióba. Kedves nézőink, akik olvasták a Kis Herceg című történetet, azok valószínűleg emlékeznek még arra, hogy a Kis Herceg jó barátja egy sivatagi róka volt. Na most, aki szeretne ilyen sivatagi rókát látni, annak nem kell más tennie, mint el kell menni a Nyíregyházi Állatparkba.